Kiváló termés várható. Becslések szerint hektáronként 4,5-4,6 tonnás átlaghozamra számíthatnak a gabonatermelők a kedvező időjárásnak köszönhetően, ami jóval több, mint az előző évi termés. Nemzetközi adatbázis. Új programot indítottak a szakképzés támogatására és az üzleti turizmus fellendítésére Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Vérüket adták. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal tisztviselői adtak vért, hogy segítsenek embertársainkon. Az elmúlt évinél lényegesen jobb búzatermés várható az idén. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Becslések szerint hektáronként 4,5-4,6 tonnás átlaghozamra számíthatnak a gabonatermelők a kedvező időjárásnak köszönhetően, ami jóval több, mint az előző évi termés. Jók a kilátások a kukorica és a napraforgó tekintetében is. Repcéből viszont kevesebb lesz, mivel nem tudták tartani a vetéstervet a gazdálkodók. A 2012-es aszályos év után az idei csapadékos időjárás hatására a talajok vízzel telítetté váltak, amelyet a gabonák hasznosítani tudtak, ezért kedvezőnek mondhatók a terméskilátások. Őszi búzából 30 ezer hektárt, tritikáliból pedig 15 ezer hektárt vetettek a megyében. Ezek jól fejlődnek, így a szakemberek szerint igen jó termés várható az idén. Becslések szerint őszi búzánál 4 tonna per hektárt azt hozni fogja a megyei átlag, egyes termőhelyeken, tehát a jobb termőhelyeken akár 6 tonnáig is felmehet most a becsléseink szerint a búzának a hozama. Titikálénál pedig egy ilyen 3 és 5 tonna per hektár, ez is termőhely függően azért várunk egy ilyen termést. Amennyiben a következő hetekben nem köszönt be egy erőteljes, a gabonák érését jelentősen felgyorsító felmelegedés, a más években megszokott időben kezdődhet meg a betakarítás. Ha azonban a következő hetekben hűvös, esős lesz az idő, kitolódhat az aratás időpontja, később indulhatnak meg a kombájnok. Országosan 4,7-4,8 millió tonna gabona termés betakarítására számítanak a szakemberek. A búza mellett a kukorica is jól fejlődik. Kukoricából hozta a tavalyi átlagot, annyi, hogy napraforgó és kukoricánál mondhatjuk el azt, hogy a termelők megborították a vetéstervet emiatt a belvizes időjárás miatt, és ahol repce, illetve az őszi kalászosok közül kimentek, ott megpróbálták pótolni napraforgóval, illetve kukoricával. Az állományuk szépnek mondható, fejlettnek mondható. Összességében tehát elmondható, hogy igen kedvezőek az idei terméskilátások. Az elmúlt éveknél lényegesen jobb búzatermés várható. A szakemberek szerint a hazai 2,2 millió tonnás szükséglet mellett 1,5-2 millió tonnás export többletre lehet számítani, így az agrárium jelentősen hozzájárulhat az idén az ország GDP-jéhez. Új programot indítottak a szakképzés támogatására és az üzleti turizmus fellendítésére Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, tájékoztatotta a megyei kereskedelmi és iparkamara titkára. Nagyné Varga Katalin kiemelte, 6 ország 12 szervezete működik együtt egy nemzetközi programban. Ennek keretében többek között egy vállalkozásokat összegző, rendszerező, ingyenes katalógust is létrehoznak. Az internetes adatbázisba még lehet jelentkezni. Másfél évvel ezelőtt csatlakozott a Go and Learn nemzetközi programhoz a megyei kereskedelmi és iparkamara. Az előkészítő munkálatok után már működik és folyamatosan bővül az internetes katalógus, amelyhez térítésmentesen csatlakozhatnak a megyebeli vállalkozások is. Az adatbázis célja az üzleti turizmus fellendítése. Az olasz minta alapján szeretnénk megvalósítani azt, hogyha valaki idejön a megyébe, illetve idejön az országba, akkor ne csak a turisztikai látványosságokat nézze meg, hanem nézze meg a megye az ország gazdaságát is, és ezt leginkább úgy teheti meg, hogyha vállalkozókhoz elmegy, és üzemlátogatás formájában megismerkedik a gazdálkodásával, illetve azzal, hogy mik a jellemző iparágak, hogyan próbálják kihasználni itt az adottságokat, illetve a lehetőségeket. Ezek a képek egy németországi üzemlátogatáson készültek. A megyei kamara képviselői úgy vélik, a szabolcsi vállalkozásoknak is fontos lehet a nemzetközi program, hiszen lehetőségük nyílik tapasztalatcserére, együtt gondolkodásra és a külföldi szakképzési módszerek megismerésére.
Szeretnénk megvalósítani azt, hogy egy próbalátogatások alakulhassanak ki, és ezzel kapcsolatban már adtunk be egy Leonardo pályázatot szintén, ami biztosítaná azt, hogy vállalkozói csoportok részt vegyenek más országokban ezeken a szakmai üzemlátogatásokon. Bízunk abban, hogy ez is pozitív elbírálásra talál majd. A program célja továbbá, hogy a szakképzésben résztvevő diákok és szervezetek megismerjék más országok gyakorlatát és a helyi képzés legjobb gyakorlatait átvegyék egymástól. Az érdeklődők és a vállalkozások további információt kaphatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara munkatársaitól vagy az interneten. Díjmentesen tájékozódhatunk az interneten arról, hol tart az igényelt személyazonosító igazolvány, a magánútlevél vagy a vezetői engedély készítése. A közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatala fejlesztésének köszönhetően egy-egy új okmány igénylése esetén sorbanállás nélkül megtudhatjuk, hogy azt kiállították, esetleg már továbbították vagy éppen elutasították. Gyorsan, egyszerűen, telefonhasználat és személyes ügyintézés nélkül tájékozódhatunk, hol tart az igényelt okmány ügye, vagy épp maga az okmány. Az internetes oldalt néhány napja használhatják az ügyfelek. A Magyar Közigazgatás Fejlesztési Programnak egyik meghatározó célja, hogy egyszerűbbé és láthatóbbá tegye a közigazgatást az állampolgárok számára, és jelenleg egy új szolgáltatásként elektronikusan végig lehet követni az igényelt okmánynak az útját. Ez három okmány esetében működik, egyrészt a személyazonosító igazolvány, tehát a személyigazolványnál, a magánútlevélnél és a vezetőengedélynél meg lehet nézni az aktuális státuszát, hogy is áll az okmány. A közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatalának honlapján az igényelt okmány nyomon követése ikonra kattintva ingyenesen követhető az újonnan igényelt igazolvány útja. A szakemberek hiánypótlónak és egyszerűnek vélik az új elektronikus rendszert, hiszen nem kell órákat, csak pillanatokat várni a friss és pontos információkra. Várhatóan a héten megkezdik a szúnyogírtás Nyíregyházán. A vérszívókat légiúton permetezik majd, a feladatot ellátó cég már készen áll. Az időjárásnak azonban még javulnia kell ahhoz, hogy az írtás eredményes is legyen. A költségekre Nyíregyháza is igényelt támogatást a Magyar Turizmus ZRT-től. A város a célra 3 millió forintot kapott, ez az összeg duplája a tavainak. A felhasznált szerek emberre és melegvérű állatra nem jelentenek veszélyt, de a szúnyogokat, a kullancsokat vagy a pattanóbogarakat kiválóan ritkítják. A sok szúnyog ellen a lakosok is tehetnek, leginkább a kertvárosi részeken jellemző probléma, hogy a nagy esőzések után a vízelvezető árkokban, az udvarokon, kertekben megmarad a víz, ez pedig kiváló arra, hogy a szúnyoglárvák kikeljenek benne. Elsősorban a bejelentések meg a ismert területek, meg vizes területek fölött, a város északi részén, a turisztikai kiemelt területeken végeznénk a légikémiai szúnyogírtást. Egy újabb fideszes mutyi zajlik az országban, ezúttal az iskola gyümölcs program kárára. Erre hívta fel a figyelmet a szocialisták megyei elnöke nyíregyházi tájékoztatóján. Veres János szerint a program folytatására kiírt közbeszerzési eljárást rendkívül rövid határidővel és olyan feltételekkel hirdették meg, amelynek a megyei termelők közül szinte senki nem tudna megfelelni. Az országgyűlési képviselő a közbeszerzési eljárás felfüggesztését kéri. Az iskola gyümölcs programot 2008-ban indította a szocialista kormányzat, ez mostanáig sikeres is volt. Nemrégiben azonban egy olyan közbeszerzést hirdettek meg a folytatására, amelyre irreálisan rövid határidőt szabtak, a feltételeknek pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei termelők közül szinte senki nem tudna megfelelni, kezdte tájékoztatóját az MSZP megyei elnöke. Veres János hozzátette, időközben kiderült, hogy valaki már hetekkel ezelőtt tudta, hogy egy ilyen közbeszerzést hirdetnek majd ki az iskola gyümölcs jövő évi szállítására, hiszen Kiskörösön bejegyeztek április 17-én egy társaságot Magyar Iskola Gyümölcs Kft. Néven. Ráadásul ez a társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei termelőket keresett meg, még a közbeszerzési pályázat meghirdetése, nyilvánosságra kerülése előtt azzal, hogy legyenek az ő alvállalkozóik, és ahova eddig szállítottak iskola almát, szállítsanak ezután is. Igaz, hogy 10%-ot kérnek leadni a bevételükből, mármint a Magyar Iskola Gyümölcs Kft. Részére, annak a fejében, hogy szállíthatnak a továbbiakban. És érdekes módon az is kiderült, hogy ennek a Magyar Iskola Gyümölcs Kft.-nek az egyik alapítója, meghatározó, befolyásoló személye, nem régen még vezető tisztségviselője, egy fideszes országgyűlési képviselő.
Veres János szerint elfogadhatatlan, hogy valaki a 70%-ban a mi megyénkben megtermett alma fölött így próbáljon meg rendelkezési jogot szerezni. Ez egy 9 milliárdos üzlet, hangsúlyozza a politikus, hiszen 3 évre hirdetik a közbeszerzést, a megye termelőit pedig nagy mértékben károsítaná. A szocialista országgyűlési képviselő a közbeszerzési hatóság elnökéhez fordult, beadványában a közbeszerzési eljárás felfüggesztését kéri. Vért adtak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal tisztviselői, a részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. A Bozsik Egyesületi Program U13-as alközponti válogatottjainak megyei döntőjét rendezték meg az elmúlt hétvégén Baktalórendházán. A tornán 6 együttes lépett pályára. Július 3. hétvégéjén második alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a strandfoci bajnokságot. A Sóstói strandon kialakított nemzetközi méretű pályán a szervezők reményei szerint 32 csapat méri majd össze tudását. Vért adtak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal tisztviselői, akiknek immár 5. alkalommal volt lehetőségük arra, hogy a megyeházán szervezett véradással segítsenek embertársaikon. Idén már a járási hivatalok dolgozói is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez, a megyéből több mint 200-an jelezték részvételi szándékukat. Rövid előkészület, néhány vizsgálat és kezdődhet a véradás. A véradók az év minden napján nagy segítséget jelentenek az ország biztonságos és kiegyensúlyozott vérkészletének megőrzésében. Azonban a nyári időszakban a véradások száma csökken, hiszen sokan elutaznak, szabadságra mennek, ezáltal nehezen szólíthatóak meg. Ráadásul a nyári időszakban a balesetek száma is megnő. Ezért nagy jelentőségűek a szervezett véradások. A megyeházán ma kormánytisztviselők adták vérüket embertársaiknak. Rendszeres véradó vagyok, tehát amennyiben a munkahelyemen véradást szerveznek, azon mindig részt veszek, illetve hogyha eltelik az a várakozási idő, hogy újra adhatok vért, akkor saját elhatározásomból más alkalmakkor is szoktam vért adni. És hogy miért tartom fontosnak, úgy érzem, hogy az emberi életeket menthetünk meg, illetve nekem vagy családtagjaimnak is bármikor szükség lehet arra, hogy más ember segítsen rajtam. Vinnai Győző kormány megbízott szerint példát kell mutatni azoknak, akik az államigazgatásban, a közszférában dolgoznak, ezért ő is minden alkalommal részt vesz az évente 2-szer megrendezett kormánytisztviselői véradáson. Ismerem a megye egészségi állapotát, milyen helyzetben vagyunk, tudjuk, hogy az átlag életkor itt alacsonyabb, tudjuk, hogy nagyon sürgősen és nagyon gyorsan kell a vérkészítmény, hogyha valaki balesetet szenved, éppen ezért én magam személyesen példát mutatok a munkatársaimnak, hogy ők is jöjjenek, segítsünk egymásnak, és az összefogásnak jó példája. Egyébként az árvízi helyzetnél láttuk, vagy a súlyos áramkimaradásnál itt a megyében, hogy az emberek, ha bajban van a másik társuk, akkor segítenek. Ahogy szokták mondani, bajban ismerszik meg a barát. A szervezett kormánytisztviselői véradás iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés, sőt, ettől az évtől a megyében január 1-től működő 13 járási hivatal dolgozói is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. A megyéből sokan, előzetesen több mint 200-an jelezték részvételi szándékukat. Az inkluzív nevelés jegyében szerveztek közös programot sérült és egészséges gyerekeknek a Múzeumfaluban. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szervezésében az általános iskoláskorú diákok kézműves feladatokat oldottak meg közösen. A cél az volt, hogy a két csoport minél több időt töltsön együtt. A gyerekek bőrkarkötőt, nemezgolyót és virágot készítettek. A gyógypedagógusok azt mondják, ha már ilyen korán találkoznak a témakörrel a gyerekek, később talán szívesebben választják fogyatékos társaik patronálását, és talán a megsegítésük is természetes lesz számukra. A kezdeményezésben a Múzeumfalu is segített. Az intézmény díjmentesen fogadta a gyermekeket. Úgy gondoljuk, hogy gyógypedagógiai munkánk csak akkor lehet hasznos, hogyha az egész társadalomra kihat. Ez pedig annyit jelent, hogy nem csak elfogadják a fogyatékossággal élőket, hanem be is fogadják. Közös tevékenységben vesznek részt, és ez az, amelynek most mi teret adtunk azzal, hogy egy közös rendezvényt itt a Múzeumfaluban megejtettünk.
Élményeim Lencsevégen címmel nyílt kiállítás Gyuka Ferenc amatőr fotós munkáiból. A 79 éves alkotó 50 éve kezdte a fotózást. Első fényképezőgépe egy Baldina típusú harmonikás kiképzésű gép volt. Képeit látva egy fotográfus arra biztatta, folytassa a fényképezést. Az elmúlt 50 évben számtalan fotót készített. A tárlaton portréit, természet és tájképeit is láthatják az érdeklődők. A kiállítás június 28-áig tekinthető meg a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ alkotógalériájában. A legtöbbet magánszorgalomból önmagam képeztem, vettem fényképezőgépet, meg őszintén megvalva figyeltem másokat, és elloptam az ő technikájukat, és próbáltam alkalmazni magamnak. A Bozsik Egyesületi Program U13-as alközponti válogatottjainak megyei döntőjét rendezték meg az elmúlt hétvégén Baktalórendházán. A tornán 6 együttes lépett pályára. Szezonzáró rendezvény egyben kiválasztó is volt az a labdarúgó torna, amelyen az OTP MOL Bozsik Egyesületi Program U13-as alközponti válogatottjai léptek pályára Baktalórendházán. A nyíregyházi, kisvárdai, nyírbátori és fehérgyarmati alközpont mellett a nyírsuli két csapattal képviseltette magát a 80 játékos felvonultató mezőnyben. A meccseken a szakemberek lemérhették, hogy mennyit fejlődtek a srácok az elmúlt egy esztendőben, és bekerültek a noteszekbe azoknak a játékosoknak a nevei, akik a jövő évi U14-es megyei válogatottat alkotják majd. Egy éve folyamatosan kiemelt edzéseken vesznek részt ezek a fiúk a program keretén belül, és hát most megnézzük, hogy mi az, amit tanultak eddig, illetve a tehetséget keressük. Tehát a tehetségkutatás továbbra is az egyik legfontosabb eleme ennek a programnak, és hát egy nagyon jó környezetben, nagyon jó körülmények között tudunk most tényleg nagyon színvonalas kis döntőt, megyei döntőt csinálni, úgyhogy MLS-ből is itt vannak megfigyelők, más megyéből is jöttek, az alközpontvezetők is nagyon szépen fölkészítették a csapatokat, tehát azt kell mondjam, hogy egy nagyon megelégedésemre, egy nagyon korrekt kis tornán veszünk most részt. Németh Károly elmondta, hogy a program keretében a megyében közel 1200 fiatal vesz rendszeresen részt az edzéseken. Megyei szinten 64 egyesületünk van, ez közel 1000-1200 gyereket jelent durván, 7, 9, 11 és 13 éves korosztályban. Most ez a legnagyobb korosztály, úgymond, ami a megyéhez tartozik, utána az idősebbek, a 14-15 az már regiós, a nagyobbak pedig már korosztályos országos válogatottak. A baktai tornát a nyírsuli B csapata nyerte a nyírbátori alközpont válogatottja előtt. A szakemberek által kiválasztott 20 játékos augusztusban találkozik majd Nyírbátorban, ahol elkezdik a felkészülést a következő szezonra. A megyei válogatottból a területi válogatottba, onnan pedig a nemzeti együttesbe vezethet a legtehetségesebb fiatalok útja. Július 3. hétvégéjén második alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a strandfoci bajnokságot. A sóstói strandon kialakított nemzetközi méretű pályán a szervezők reményei szerint 32 csapat méri majd összetudását. Tavaly rendezték meg első ízben Nyíregyházán a strandfoci bajnokságot, lehetőséget biztosítva a kispályán futballozó csapatoknak arra, hogy a labdarúgás a régióban még újnak számító szakágában is kipróbálják magukat. Akkor 20 együttes nevezett a tornára, és a rendezvény sikere már előrevetítette a folytatás lehetőségét. A szervező nyírsuli szakemberei már az év elején elkezdték az idei mezőny toborzását, mivel azt szeretnék, hogy július 3. hétvégén legalább 32 csapat méri össze tudását a sóstói strandon kialakított nemzetközi elvárásoknak is megfelelő pályán. Érdekes, hogy 800 kilométerre lévő román településről az interneten, mikor megjelent, onnan volt az első jelentkező érdeklődő, de már Ukrajnából is jelentkeztek. Jelen pillanatban 22 csapat már nevezett vagy regisztrálta magát a bajnokságra. 32 csapatot várunk, de akkor sem fogunk megérni, hogyha ez 42 lesz, hiszen háromnapos a rendezvény. Július 19-én, 20-án és 21-én bonyolítjuk a döntőkkel a tornát. A mérkőzéseket a tavalyi évhez hasonlóan kiegészítő programok is kísérik majd, de természetesen a labdái lesz a főszerep. A szervezőknek a Szakák Hazai Szövetségétől ígéretük van arra, hogy egy férfi vagy női strandlabdarúgó válogatott mérkőzésnek is otthon tarthat Nyíregyháza. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Az elmúlt évinél lényegesen jobb búzatermés várható az idén. Becslések szerint hektáronként 4,5-4,6 tonnás átlaghozamra számíthatnak a gabonatermelők a kedvező időjárásnak köszönhetően, ami jóval több, mint az előző évi termés.
6 ország 12 szervezete működik együtt egy nemzetközi programban, köztük a megyei iparkamara is. Ennek keretében többek között egy vállalkozásokat összegző, rendszerező ingyenes katalógust is létrehoznak. A program a szakképzés és az üzleti turizmus fejlesztését szolgálja. Vért adtak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal tisztviselői, akiknek immár 5. alkalommal volt lehetőségük arra, hogy a megyeházán szervezett véradással segítsenek embertársaikon. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, amelyet megtekinthetnek az interneten és weboldalunkon. A legfrissebb eseményekről csütörtökön este 7-kor ugyanitt a híradóban tájékozódhatnak. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen nagyon szép az estéjük, viszontlátásra! Holnap napos nyári időre számíthatunk. Egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk, ezért folyamatosan erősödik a nappali felmelegedés. Éjjel nagyrészt derült lesz az ég, csapadék nem várható. Az északkeleti szél mérséklődik, de élénk széllökések még lehetnek. Reggel általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a sok napsütés mellett gomoly felhők képződnek, amelyből csapadék nem várható. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is hasonló értékeket mérhetünk. Szerdán éjjel 13-14 fokig csökken a hőmérséklet, csütörtökön napközben pedig nyárias melegre 27 fokra van kilátás, csapadék nem valószínű. Fronthatás jelenleg nincs térségünkben. A következő napokban sok lesz a napsütés, de nem lesz mindenütt zavartalan, ugyanis a tőlünk északra vonuló hidegfrontok súrolják hazánkat. Emiatt időnként több lehet a felhő és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet tovább emelkedik, a hétvégétől már 30 fok közelében alakul.